Már néhány videó készült a karácsonya kapcsolatban de mivel újra ez a szakasz a következik az évnek, gondoltam, hogy még egyszer átismételhetnénk a dolgokat, és talán meg tudunk győzni egyeseket arról, hogy karácsony egy pogány szokás, és semmi köze nincs sem a megváltó születéséhez, sem ahhoz, ahogyan nekünk a teremtőt, a huát kellene szolgálnunk. Sőt, ki fog derülni az is, hogy ő kifejezetten utálja ezt a szokást. Kezdjük talán ott, ahonnan ez az ünnep ered, ez pedig nem más, mint a katolikus egyház, úgyhogy a katolikus lexikon ezt írja a karácsonyról. December 25. Isten fia Jézus Krisztus földi születésének ünnepnapja. Nem azt mondja, hogy ez a születés napja, azt mondja, hogy ez az ünnepnapja. Azután olvashatjuk az egész filozófiát erről a napról, ami számunkra nem fontos, a vallásosok meg úgy is tudják. Sokszor elmondtam már, hogy az igazság ott van, csak az embernek meg kellene keresni, és ki kellene kutatni azt ugyanúgy, ahogyan ezúttal is. A hagyomány nem őrizte meg Jahu vagy Jézus születésének kalendáriumi napját. Az első századokban az egyház vízkereszt ünnepén az emberré vált Isten világra jövetelének misztériumát ünnepelte. Meg kell értenie mindenkinek, amikor ők egyházról beszélnek, akkor ők a korai katolikus keresztény egyházról beszélnek, amit akkor másképp hívtak, azonban már kialakulóban volt az a pogány hagyományrendszer, amit ma úgy ismerünk, mint katolikus vagy keresztény egyház. Azok, akik a másiákat követték, a megváltót, azok soha nem ünnepeltek ilyen dolgokat, hiszen ő nem mondta, hogy tegyük ezt. Azok az emberek arra koncentráltak, ami az atya, Jahua akarata és amit Jahusá Hamásiák a megváltó megmutatott nekünk. Nem mindenféle ünnepnapokat kreáltak, meg, amint láthatjuk, később ez tulajdonképpen egy pogány szokás, amit átvettek a katolikusok, és később ugye a nagy parázna minden gyermeke, úgy, mint a keresztény egyház. A keleti egyházban a megváltó születésnapját már a nícai zsinat előtt ünnepelték, ez 325-ben volt, de ennek a megemlékezésnek még ott sem volt egyértelműen meghatározott napi. Szent Kelemen szerint május 15, Epifánios szerint viszont január 6 volt. De most füleljen mindenki, aki a karácsonyban részt vesz. A Níceai zsinat 325-ben tette karácsony napjára a születés ünnepét, hogy ezzel is az emberré vált Istent magasztalja. A napot nem véletlenül választották ki, a Mitras kultusz ekkor ünnepelte a nap születésnapját és a sötétség fölötti győzelmét Natalis Solis Invicti. A Mitras kultusz, egy pogány tradíció, ekkor ünnepelte a nap születésnapját és a sötétség fölötti győzelmét, melynek neve Natalis Solis Invicti. Gyakorlatilag átvettek egy pogány tradíciót, ugyanúgy, ahogy az összes többi hagyomány, ami ma a keresztény katolikus egyházban megvan, kivétel nélkül mindegyik pogány gyökerekkel rendelkezik. Én úgy értem, hogy a katolikus, és az összes keresztény, református, baptista, az összes, amit ők csinálnak, minden, az összes ünnep, minden, amit ők hirdetnek, az gyakorlatilag pogány tradíció. Sőt, már odáig fajultunk, hogy minden, ami le van írva ebben a könyvben, az átok, meg rabság, és el kell törölni. Nézzük, ki volt Mithras. Ő a fény és a nap isten a perzsa vallásban, a Zarathustra utáni időben. A szerződések és a háborúk, Istene, aki mindent lát, mindent tud, egyetemes gondviselő, aki nappal átvonul az égen, ugye a nap, éjszaka pedig végig siet a földön, s megbüntet mindenkit, aki nem tartja meg a szerződéseket és a gonosz mellett dönt. A mítos szerint házastársi kapcsolata lépett a Hura Mazdával, és ez szentelte Mitra papjává Haomát, aki Haom áldozatot mutat be Mitrának, és gondoskodik kultuszának terjesztéséről, a fényt, mely az egész világot megvilágosítja, mindenütt imádni kell. Rómában december 25-én ülték a Napisten diadalát a tél és a homály felett, amely napon a föníciaiak is megünnepelték Melkárt újjáébredését. Ez az, amit ma tovább folytatnak a keresztények, illetve a katolikusok és gyakorlatilag az egész világ. Ez egy ünnep a Napistennek. Teljesen mindegy, hogy mit rásznak hívjuk, vagy Melkártnak, vagy akárkinek, vagy Jézusnak. Egy és ugyanaz. Érdekes egyébként az, ahogyan az áldozatot bemutatják. A pap rátérdel az állatra, melynek orrát egyik kezével összeszorítja, vagy az állat fejét felfelé rántja, másik kezével tördöv annak szügyébe. Ezért mondták apostolok cselekedeteiben, hogy fullva holt állatot ne egyetek. De nézzük meg villámgyorsan, hogy mi a helyzet a karácsonyfával. A fenyőfa, melyet a karácsony napján az ünnepelt misztérium szimbólumaival díszítenek fel. Az ünnepelt misztérium pedig a napistennek a tisztelete. Ezt jelképezik a gömbök, a csillagok, a nagy csillag a tetején, az ezüst és az arany. Hiszen ez egy pogány tradíció, ami az égi testek ünnepléséről és azoknak szolgálatáról szól. A katolikus lexikon szerint az élet fájának ez a szimbóluma, mely a paradicsom közepén a jó és a rossz tudásának fája mellett állt. Karácsony jele a betlehemi újszülöttnek az élet természet fölötti megújulásának, ezért van december 15-én, ugyanis ez a leghosszabb éjszaka, ekkor győzi le a nap az éjszakát, hiszen innentől kezdve egyre hosszabbodik a nappa. Ez egy pogány tradíció. Örök az örökké valóságra, háromszög formája pedig a szent háromságra utal, ami nem létezik. De én megmutatom nagyon szívesen, hogy mire utal a háromszög formája. A háromszög formája visszautal a napra, ugyanis a nap az, amit ezek a pogányok imádtak, és ez az, amit ma az egész világ tudatlanságában szolgál. Ezért olyan népszerű ma ez a jel, vagy szimbólum, és ezért láthatjuk mindenhol, hiszen az egész világot megtévesztette az ellenség. A karácsonyfa díszei ősi egyetemes emberi kultikus szimbólumok. Ősi egyetemes emberi kultikus szimbólumok. Ez világos mindenki számára. Az egyetemes egyébként katolik. Ezt jelenti maga a szó. Egyetemes. Szóval, ha ez egyetemes, akkor mi közünk van nekünk ahhoz, ha mi Jahusá, ha más követjük? Minek csinálnék én olyan dolgot, amit minden más csinál, mikor azt mondta, hogy legyetek mások, legyetek különbözőek, gyertek ki közülük. Nézzük, hogy mit találunk még. A karácsonyfa fényei a született világosságnak, nem a megváltónak, a született világosságnak, csillogása, az angyalhaj, színes gömbök, stb. az örök dicsőségnek, Ezüst díszei a betlehemi gyermek emberi természetének arany díszei, isteni természetének jelei. Lényeg a lényeg, hogy ezek ősi, egyetemes emberi kultikus szimbólumok. Hiszen a pogányság a kezdetektől fogva ugyan ezt csinálta. Mint ahogy ma is. Karácsonyfa tetején a csillag azt fejezi ki, hogy a karácsonyfát állító ember otthona ugyanaz a betlehemi barlang lett, mely fölött megállt az újszülött jahusára mutató csillag. A csúcsán angyal is lehet, mely Elohim, vagy Isten, és az ember kapcsolatára utal az angyal, egyrészt jele azoknak az angyaloknak, akik pásztoroknak hírül adták Isten fiának születését, másrészt akik atyának hírül adják kik azok, akik megértették a híradást, és ezért ünneplik a gyermeket. Húh, emberi hagyományok, Érdekel valakit egyáltalán, hogy az írások mit mondanak erről az egészről, vagy hogy nekünk kellene angyalkákat rakni egy karácsonyfa tetejére, ami egy háromszöget ábrázol, amit a pogányok a kezdetektől fogva csinálnak, és az egész emberiség folytat? A csengetyő arra utal, hogy amint a születéssel a fény egyszerre bevilágította a sötétséget, úgy az angyalok éneke egy pillanat alatt megtörte a bűn némaságát. A csengetyű, a csillag, az angyalka, a fa, az ajándékok, az arany, az ezüst mind-mind pogány szimbólumok, és hagyományok. Arról beszél, hogy a fény bevilágította a sötétséget, nem a megváltóról beszél, arról beszél, hogy a nap. december 24-25-től kezd el uralkodni az éjszaka fölött, ugyanis ez az az időpont, amikor tól növekszik a nappal. Mindenki, aki részt veszebb, gyakorlatilag tovább folytatja a pogány tradíciókat. Így, ha olvassa az ember, akkor az egész rendkívül primitív, és teljesen átlátszó. A katolikus egyház gyakorlatilag a nagy, parázna jelenések könyvébe. Ő az, aki tanításával megfertőzi az egész világot, és mindenki, aki ebből az egyházból származik, és ezeket a tanokat, vagy ezek egy részét folytatja, a nagy parázna gyermekének számít. A karácsonyfára aggatott játékok az embernek ajándékozott karácsonyi isten gyermekségre, az édességek, szaloncukor, mézes a stb. és gyümölcsök, arra utalnak, hogy karácsonyban Isten fia az ember számára a legédesebb eledelként jött el. Hú! Nézzük, mi az, amit Jahua gondol erről az egészről. Ez Jeremiáhu vagy Jeremiás 7-es fejezet 16-os verstől így szó. És te ne imádkozzál a -e népért, se jaj se könyörgés ne értük, és nálam közben ne járj, mert én meg nem hallgatlak téged, nem látod-e te, mit cselekesznek ők a húda városaiban és Jerusalai mucáin? A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen elohimeknek ital áldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek. Ennyit a mézes süteményről. A karácsonyi dió önmagában is Krisztus jelképe, egy ősi, termékenység szimbólum. Hát akkor most egy ősi termékenység szimbólum vagy Krisztus jelképe. Mi közön van nekem ősi termékenység szimbólumokhoz? Mikor mond, beszélt arról az írás valahol, hogy nekem diót, meg mézes kalácsot, meg szaloncukrot, meg karácsonyfát kellene állítanom? A külső zöld keserű burok a szenvedésre, a kemény csont, héja keresztfára, a belül levő édes mag az isteni életre utal, melyért az embernek fáradoznia kell. Egy ősi termékenységi szimbólum, mihez gyártottak egy filozófiát a pogányoknak. De ez egyébként még rosszabb is lesz, a karácsonyi alma, a kis Jézus uralkodó jelvénye, de jelenti magát az újszülöttet, Isten ajándékát is. Azt tiszta sor mindenkinek, hogy az a megváltó, én beszélek, az nem Jézus Krisztus. Jahusha Hamásiák soha nem csinált ilyen nevetséges dolgokat. Neki semmi köze nincs ősi termékenységi szimbólumokhoz, meg zöld fákhoz, meg arany kígyókhoz, amik mennek fölfele a fán, meg a tetején, meg az angyalok ülnek. Azt mondja, hogy ez az alma a tudás pályának és a szeretetnek a gyümölcsét is jelképezi. Hát hogyan lehet jelképezni a tudás pályának a gyümölcsét és a szeretet gyümölcsét egyszerre? Mikor az volt a probléma, hogy a tudás pályának a gyümölcséből lettek? A színes üveggömbök az alma modern változatai. A különféle csillogó papírláncok, szalagok, angyalhajak utalnak a kígyóra! A karácsonyfán csillogó papírláncok, szalagok, angyalhajak utalnak a kígyóra! Hát ez hihetetlen! Hatalmának megtörésére, az üdvösség szolgálatába állítására, ami karácsonya egyszer és mindenkorra megtörtént. Az biztos! A kígyó kiúrik a bőréből, az tuti! Mikor látja, hogy az egész világ tudatlanságában ilyen ostoba pogány hagyományokat folytat azok, akiknek terjeszteni kellene a megváltó igazi üzenetét, azok karácsonyfára kígyókat aggatlak, meg a tetejére angyalokat. A karácsony Mária Isten anyaságának első kinyilvánítása, ezért a karácsonyfa szimbóluma Máriának. A karácsonyfa szimbóluma Máriának, illetve az anya és a gyermek kapcsolatának is. A fenyőfa és toboza önmagában is Mária szimbólum. Ez világos mindenki számára, vagy, vagy ez, ez még mindig ködös? Ilyen értelemben a karácsonyfa díszítettsége a kegyelemmel teljes Isten anya jelképe. A kegyelemmel teljes Isten anya jelképe. Mit mondott Jeremiás? Az, hogy az ég királynőjének béleseket készítenek ezek az ostobák. De teljesen mindegy, mert évszázadokkal később, sőt láthatjuk, hogy ma évezredekkel később ugyanazt csinálják az emberek. Ez apostolok 19-es fejezet 23-tól támada, azonban azon időtájban nem csekély háborúság, adon útjáért, ez ugye a a másik. Mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből diána templomokat csinálván a mesterembereknek nem csekély nyereséget ad. Ugyanúgy, mint ma karácsony. Nézzük, mit mond ez a haver. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Saul nem csak Efézusnak, hanem közel egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csináltatnak. A karácsonyfa, a kis Jézus, a szobrok, a gömbök, az alma, az angyalka, a húsvét, ezek a dolgok mind-mind ezek ide vezetnek vissza. Meg még sokkal régebbre, amit szintén meg fogunk nézni. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, úgy mint az ötvösség, hanem hogy a nagy Isten asszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagyság, akit egész Ázsia és a világ tisztel. Diána nem más, mint akit korábban az ég királynőjének hívtak, ma pedig Máriának hívnak. De egyébként Artemis. A görög mitológiában a vadászat és a szüzesség istennője volt, római megfelelője pedig Diána, kultuszának középpontja Efeszusban volt. A vadászat és a szüzesség istennője. A karácsonyfa pedig nem más, mint a termékenységnek az egyik jelképe. Nem csak azért, mert örökzöld, hanem azért is, mert egy hatalmas fallos szimbólumot díszít mindenki a szobája közepén, az ég királynőjének, meg Mitrának, meg a napistennek, meg ki tudja kinek. Mikor pedig hallották ezeket, és haraggal megterének kiáltanak, vala nagy az Efézusi Diána! és betelék az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohanának megfogván Gájuszt és Aristarkuszt, akik Macedóniából valók, és Saulnak utitársai voltak, mikor pedig Saul a nép közé akart menni, nem eresztették a tanítványok. Össze-vissza kiáltozott mindenki, a népgyűlés összezavarodott, a többség nem tudta, hogy miért gyűltek össze. Ugyanúgy, ahogy ma, fogalmas nincs senkinek, hogy mi az, amiről szó van. Megismervén azonban Sault, hogy ő egy jahudi, vagy egy zsidó, egy kiáltást tört ki mindannyiukból, két óra hosszáig kiáltozták, hogy nagy az efézusi diána. Mint ma, fogalma senkinek semmiről díszíti a fát, hogy ez Jézusnak a születésnapja, és nekem kétségem sincs afelől, hogy ez Jézusnak a születésnapja. Jézus nem más, mint Mithras, ma tovább élve a pogány tradíciók segítségével. Az igazi másiák, aki... Az Új Szövetségben, vagy a Megújult Szövetségben járta a világot, akiről olvashatunk, Husák másjáknak semmi köze nem volt ezekhez a pogány tradíciókhoz, meg ahhoz az életformához, amit ma a világ él. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, két óra után Efézusbeli férfiak ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diána Isten asszonynak és a Jupitertől esett képnek templom őrzője. Ki ez a diána még egyszer? Az, akit egész Ázsia és a világ tiszta. Ki ez ma? Jézus Krisztus. Isten, aki eljött, hogy eltörölje a törvényeket, és így a pogányság természetesen őt szolgálja, hiszen így azt csinálnak, amit akarnak. A kegyelemmel teljes Isten anya jelképe. Az aranya gyermeknek az ezüst Máriának a szimbóluma, a fény és a csillogás Mária tisztaságának képe. Akkor most a kis Jézust az Istent, Máriát, vagy ki az, akit tisztelnek a karácsonyja? Világos, amiről szó van? A katolikus egyház annyit tesz egyetemes vallás. Egybe gyűjti az összes pogány tradíciót, és így szép lassan a történelem során azok a karakterek, akiket régen a pogányok, meg a hedonisták, meg a népek szolgáltak, mára felvették azon karaktereknek a szerepét, akiket ismerünk az írásokból. Az ellenség tudta, hogy nem tudja eltörölni az írásokat, hiszen ez az alapja az egész életnek. Nem is kellett, elég, hogyha megfertőzi azt, mint ma, ahogyan azt megtette a katolikus egyház segítségével. A tetején az angyal, e vonatkozásban az angyali üdvözlet beteljesedésének hírnöke. Egyébként elmondom mindenkinek, hogy az angyal a bukott angyalokat jelképezi természetesen. Úgyhogy nekik állít többek között mindenki karácsonyfát, minden karácsonykor évről évre. A karácsonyfa állításának szokása a protestáns evangélikus gyakorlatból ered. Bum! Azért, mert ők a nagy, parázna gyermekei. Luther Márton még nem ellenezte a karácsonyhoz kötődő betlehemezést és a paradicsom játékot, melyek kelléktárához hozzátartozott a termő ág valamely változata. Hát persze, hogy nem, mert Luther ugyanúgy része volt a nagy megtévesztésnek. Az a református egyház, ami megalakult az ő segítségével, pedig szintén a nagy parázna gyermeke. A puritán utódai rájöttek, hogy ennek az egésznek semmi köze nincs ahhoz, hogy mikor született a megváltó, ezért őket zavarta e játékok naív hangja tréfás mozzanatai, ezért kihaltak ezek a karácsonyi játékos szép lassan. A hagyományőrző pogány nép azonban átmentette az életfáját és megőrizte a szokásaiban. Neki kellett ez az egész. Hasonló jelképtartalmú életfát termőágat asztalára állított a családi közösségben előtte énekelte örökölt ősi énekeit. Az ég királynőjének, Máriának, Mitrának, a napnak, a csillagoknak, az angyalkáknak, meg a kígyóna. De haladjunk tovább, a karácsonyfa elődje a termőág volt. Európa szerte hazánkban is ismert ősi, mágikus, napfordulat és tavasz igéző jelkép a természet és vele az ember megújulását idézte. Bum, tessék! Pogánykori jelentéstartalma a keresztény hagyományban bibliai elemekkel gazdagodott, így mindenek előtt az élet, illetve a tudás vájának képzett körével. Akkor miköze van a másiák követőjének egy termőákhoz, ami egy ősi, mágikus, napfordulati, tavasz igéző jelkép vagy szimbólum, aminek pogánykori jelentéstartalma a keresztény, ami szintén pogány, hagyományban bibliai elemekkel gazdagodott. Elmondják nekünk, hogy miről van szó. Mi köze van a másiák követőjének egy pogánykori szimbólumhoz, ami aztán bibliai tartalommal gazdagodik. De ami nem fér a fejembe többek között, emellett a rengeteg hihetetlen dolog mellett, hogy hogyan jelképezheti a karácsonyfa egyszerre az élet és a tudás fáját, mikor a tudás fája a halálnak a fája tulajdonképpen. De ha valakinek nincs még elege a pogány tradícióból, akkor nézzük meg, hogy honnan ered a karácsonyfa maga. Egy mosoni hagyomány szerint, amikor Krisztus urunk a földön járt, a gonosz emberek előbújdos vagy sűrű lombú fa alatt vonta meg magát, ez azonban rászólt, állj odébb, mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak. Elutasították ugyanígy a többi fák is, ellenségei már a nyomában voltak, mikor a fenyőfához ért, alig volt lombja, ezért ágai rejtették el Jahusát, aki így meg is menekült. Az úr megáldotta a fenyőfát, soha ne hullasd el a levelet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között. én meg mindenütt! Légy az emberek öröme, emlékezetemre rajta gyújtson a karácsonyi gyertyát. Hát hogy mondhatta volna, hogy rajta gyújtson a karácsonyi gyertyát, mikor ő a földön járt, nem is volt karácsony? Meg amúgy honnan jön ez az egész történet? Én ilyenről nem olvastam még soha elolvasok még egyet, mert ez hihetetlen ez az egész. De mindenki tartsa észben, hogy ez az, amiben részt vesz karácsonykor. Próbálj meg eldönteni, hogy vajon a hua a teremtő, mi az, amit gondol erről az egészről, de szerintem egyértelmű. Egyiptomból hazajövet a szent család Názáretben élt, és József műhelyében dolgozott, Mária Font, a kis Jézus hulladék fából keresztet ácsolt, amikor ez a kereszt egyszer csak ágakat és szép zöld lombokat hajtott, kivirágzott és fényes csillagokat termett. József rádöbbent, hogy épp aznap volt a gyermek születésnapja. <laughs> Mária tehát titokban telerakta a fa ágait egyenmással, aranyos dióval, a termékenységi szimbólummal, ünnepi ruhával a kis Jézus nagy örömére. Gyakorlatilag a kis Jézus egy termékenységi fallos szimbólum körül ugrabugrád, amire kígyók meg angyalok voltak feltéve. És így ünnepelték ők Jézus születésnapját, ezt kell követnie a keresztény embernek. Én azt javaslom, hogy minden keresztény kövesse is ezt a hagyományt, hiszen nekik semmi közük nincsen ahhoz, amik a könyvben le vannak írva, és ahhoz sem, amit az igazi megváltója Husák a másiák tett. Úgyhogy kövesse nyugodtan mindenki. Mutatok még néhány cikket, hát ha valakit ez nem győzött meg eddig, amit a katolikusok állítanak, ez gotquestions.org kérdés pedig az, hogy karácsonynak van-e köze a Szaturnáliához. Ezt az első két részben bemutattam, hogy karácsonynak nem úgy van köze a Szaturnáliához, hanem karácsony a Szaturnália ma. Azt mondják, hogy ugye a karácsony az a nap, amikor a keresztények Jézus születésnapját ünneplik, gyakorlatilag pogány fesztiválokhoz kötődik, egyik ezek közül a Szaturnália. A kereszténység mindig tudta, hogy december 25 nem Jézus születésnapja. A korai gyülekezetek nem ünnepelték december 25-öt, mint bármiféle jelentőségű napot. És egészen Konstantin koráig semmi köze nem volt az egyházhoz. Szaturnália egyébként egy egyhetes római fesztivál volt, december 17-én kezdődött, és Szaturnusznak a tiszteletére tartották. Ez az, amit ma a karácsonyi szezonnak, vagy karácsonyi időszaknak hívunk. Szaturnália maga egyébként egy ilyen féktelen mulatozás volt, ahol minden játszott egy hétig, ezért imádták az emberek. Mint ahogy imádják ma is a karácsony. A legtöbb történelmi feljegyzés szerint ez az időszak volt a legféktelenebb az egész birodalomban az összes időszak közül, pedig a rómaiak azok nem arról voltak híresek, hogy mennyire erkölcsösek voltak. Sőt, olyannyira, hogy Szaturnália már a szinonimává vált az erkölcstelenséggel és a féktelen szexuális ünnepléssel. Nem olvasom fel újra, nézze meg mindenki az előző két részt a karácsonyról, és abban részletesen ezt feldolgozzuk. De karácsony nem más, mint egy pogány tradíció, ezt elismeri a nagyparázna, a katolikus egyház, akinek gyermeke mindegyik keresztény vallás, egy felekezet, gyülekezet, akárki, aki kereszténynek vallja magát, és részben vagy teljesen azokat a tradíciókat folytatja, amelyeket a nagyparázna, a katolikus egyház. A rómaiaknál Sol Invictus, vagy a legyőzhetetlen nap ünneped, december 25-ére esett, ez az, amit ma ünnepel a pogányvilág. Ez egy fesztivál a napkirály és a téli napforduló ünnepére. A római uralkodó Konstantin ebben a tradícióban nőtt fel a legyőzhetetlen nap ünnepe, Sol Invictus. Ebben a kultuszban. Később aztán, mikor ő keresztényé vált, áthozta ezt magával, és kinevezte december 25-öt a megváltó születésnapjának. Szóval mindenkiben ma az Konstantin nyomdokaiban jár, és nem más, mint egy pogány. De most már tényleg nézzük meg, hogy mi az, amit az írás mond erről az egész. Ádozék és tömjén ez a magaslatokon is, a halmokon is, és minden zöld fa alatt. Ez Divri Bet, vagy másik krónika 28. Ezért Jahua az ő Elohime ada őt a Szíria beli király kezébe, és őt megverék, sok fogjat hurcolának el tőle, akiket Damaszkuszba vivének. Sőt, még Jézrael vagy Izrael királya kezébe is adaték, és az is igen megveri őt. Ez Jahudáról vagy Júdáról van szó. Mi volt a probléma? Áldozék és tömjén ez a magaslatokon is, a halmokon is, és minden zöld fa alatt. Egy királyok, vagy Malakim, Alef, 14 a következő, 22-es vers, Jahuda is gonoszul cselekedik Jahua szemei előtt, és sokkal nagyobb haragra indíták őt az ő védkeikkel, melyekkel védkeztek, mint atyáik azokkal, melyeket ők cselekedtek volt. Tehát ezek az ostobák még távolabb kerültek, mint az ő atyáik, mert ők is építenek maguknak magaslatokat, faragott képeket és aserákat minden magas halmokon és minden zöldellő fa alatt. Kettő királyok, vagy Malakim Bet 16, hanem a Jiszrael királyainak útjukon járt, még az ő fiát is átvitte a tűzön, gyakorlatilag feláldozta a pogányok útálatosságai szerint, ez az ember a pogányok útálatosságai szerint cselekedett, akiket Jahua, a Jiszrael fiai előtt kiűzött volt, tehát a pogányok útálatosságai szerint cselekedett, ott áldozott tömjénezett a magaslatokon, a halmokon és minden zöld fa alatt. Malakim Bet 17, 9. És alattomban oly dolgot cselekedtek a Jézrael fiai, melyek ellenére voltak Jahuának, az ő elokhimüknek, Ezek ellenére vannak neki, építettek maguknak magaslatokat, minden városaikban, az őrtornyoktól a kerített városokig. Emeltek maguknak faragott képeket, és aserákat minden halmakon és minden zöld fa alatt. Dabarim 5 Mózes 12. Pusztára pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő elohimeiknek, magas helyeken, halmakon és minden zöldellő fa alatt. Eziká Ichézikája 6. fejezet 13, és megtudjátok, hogy én vagyok Jahua, mikor sebesültjeik ott lesznek báványai között, az ő oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegynek tetején, minden zöld fa alatt, minden lombos terpentinfa alatt, ahol csak kedves illatot adtak minden báványaiknak. Oké, okay? mint ahogy ma cselekszik az egész világ a báványaiknak, Jézusnak, Máriának, Diánának, az Ég Királynőjének, meg ki tudja minek karácsonykor. És ti közelgetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának magva, ki, ki felett törvendeztek, ki ellen tátjátok fel szátokat és öltitek ki nyelveteket, nem ti vagytok-e a bűn gyermekei, a hazugságnak magva, akik lángoltok a báványokért minden zöld fa alatt? Megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt? Csak hogy ismert el a te hamiságodat, hogy hűtlennél lettél Jahuához, a te Elohimedhez, ez Jeremiahu 3.13, és szerte futottál utaidon az idegenekhez mindenféle zöldellő fa alá, és az én szómra nem hallgattatok, ezt mondja Jahua. Én nem azt mondom, hogy valaki vegyen részt ebben az egészben, mint karácsony, vagy pedig ne. Én csak azt kérem, hogy mindenki tegye fel a kezét, akinek úgy tűnik, hogy Jahuának bejön a karácsonyfa, meg az az alatti ajándékozás, meg a csillagok, meg a kígyó, ami felkúszik rá, meg a gömbök, meg az arany, meg az ezüst. Mert az komoly problémákkal küzdik szerintem. De még nincsenek vége, megpróbálom bemutatni az összes, amit ezzel kapcsolatban találtam most, és ezzel a karácsonyt én lezártnak tekintem. Gyere mi 10 2. ezt mondja Jahua, a pogányok útját el ne tanuljátok. Most néztük meg, hogy a karácsony és minden, ami ehhez kapcsolódik, pogány tradíció, maga a katolikus egyház szájából hallható. Az égi jelektől ne féljetek, december 24, a nap újra születése, a téli Napforduló, ez egy égi mert a pogányok félnek azoktól, mert a népek báványai hiába valóság. Jézus, Mitra, Isten, Magyarok Istene, az öreg apa, meg mit tudom én micsoda. Ezek mind a népek báványai. Hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárda. Ezüstel és aranyjal megékesítik azt. Ez már Jeremiás korában is így volt, hogy megékesítették ezeket a fákat. Lehet, hogy ez egy ember szobor, de lehet, hogy ez egy szobor. Teljesen mindegy. Kivágja a fát, felékesíti aranyal és ezüstel, szegekkel, pörölyökkel megerősíti, hogy le ne esse, mint a karácsonyfa. Olyanok, mint az egyenes pálmafa és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni se képesek. Ezek mellesleg parancsolatok Jahuától. A pogányok útját el ne tanuljátok. Ez egy parancsolat. Ne csináld azt, amit ezek az idióták csinálnak. Dabarim 4.19 így szó. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat. Az égnek minden seregét, ezek az angyalok magyarul, de a csillagoknak hívjuk ma, hogy meg ne tántorodjál, és leneborulj azok előtt, ne tiszteld azokat, amelyeket Jahua, a te Elohimed minden néppel közlött az egész ég alatt. Ezt a népeknek adta. Szólim Victus, a legyőzhetetlen nap, a téli napforduló, a gömbök, a fán, az angyalkák, a csillagok, a kígyó, ami felkúszik, ezeket mind a népeknek adta. Hagyjátok ezeket békén, hadd csinálják azok a tudatlanok, ez nekik való. Mit csinált a katolikus egyház? Ezeket a szokásokat beépítette a kereszténységbe és tovább folytatja mind a mai napig. Mi az, amit ezzel szemben Jahua mond? Dabarim 5 Mózes 7 fejezetben, 16-os vers, és megemészted mind a népeket, melyeket neked ad Jahua a telohimed, neked kedvezzen a te szemed nekik, ne tiszteld az ő isteneit, mert törgyalánt volna az neked. Ne tiszteld azokat az isteneket, mint Jézus Isten, az öreg Isten, a Teremtő Isten, mit tudom én, ezek a dolgok. Minden csak Jahua, meg Jahusak a ne tiszteld ezeket, mert ez egy csapda számodra. Azért, mert ez elterel az útról. Ezt a népeknek adta. Ő Izraellel foglalkozik. Mindenki, aki úgy él, ahogyan Jahua azt mondta, a tanákban az az ő népének számít. A fájdalmas az egészben, és a tragikus, hogy ezek mind le vannak írva, ennek ellenére a világ ezt csinálja, és megy a tömeg után. Ez 12.28. Vigyázz! Hallgass meg mindezeket az igéket, melyeket én parancsolok neked. Miért? Azért, hogy jól legyen dolgod neked, és a te gyermekeidnek utánad. Mindörökké! Hogy lehetséges az, hogy mi azt mondjuk ma az embereknek, hogy ez egy átok, egy rabság, és el kellett törölni, mikor ő azt mondja, hogy ez azért van, hogy jól legyen dolgod neked, és a te gyermekeidnek utánad mindörökké. Mivel, hogy azt cselekszed, ami jó, és igaz Jahuának a te Elohimednek szemei előtt. Ez pedig nem más, mint a Tora. Hogyan taníthatunk mást, mint ami jó, és ami igaz, ami az ő szava? Mikor kiírtja előled Jahua a te a nemzeteket, ez 29-es vers, akikhez bemégy, hogy bírjad őket, és bírni fogod őket, és lakozol majd az ő földjükön. Nézzük, mi történik ekkor. Figyelmezteti őket, mert tudja, hogy milyen az ember. Vigyázz magadra, hogy őket követvén törben es, miután már kivesztek előled, és ne tudakozzál az ő isteneik felől mondván, miképpen tisztelik-e nemzetek az ő isteneiket, én is aképpen cselekszem. Ezért mutattam meg, hogy mi az, amit a katolikus lexikon ír, mert így mindenki láthatja, hogy pogány tradíciókat követ, amire figyelmeztetett itt, hogy ne tegye ezt. Ne cselekedjél így Jahuával a te Elohimeddel, ez 31 ugyanit mert mindazt az útálatosságot, amit gyűlöl Jahua, megcselekedték az ő isteneikkel, mert még a fiaikat és lányaikat is megégeték vala tűzzel az ő elohimeiknek, vagy isteneiknek. Mit csinálj? Mindazt, amit én parancsolok neked, megtartsátok, és azt szerint cselekedjetek, semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból a kereszténység ma semmit nem csinál abból, amit ő mondott, és mindent hozzátett és megváltoztatott a katolikus egyház a nagy parázna vezetésével. Mellesleg ez egy büntetés, 5 Mózes 28, 36-os versben így ír, Jahua elvisz téged és a te királyodat, akit magad fölé emelsz, olyan nép közé, melyet nem ismertél sem te, sem atyáid, és szolgálni fogsz ott idegen hatalmasságokat, fát és követ ahogy a ma teszi az egész világ. Karácsonyfák, szobrok, kövek, mindenféle, teljesen mindegy, csak ne az legyen, ami le van írva. Ez a szokás, ez a szokás rendszer, ez a pogányság, ami ma történik, ez egy büntetés. 64-es versben ezt írja újra szétszór téged jahu a minden nép közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig, és szolgálni fogsz ott idegen hatalmasságokat, akiket sem te nem ismertél, sem atyáid, fát és követ újra és újra figyelmeztet bennünket arra, hogy ne csináljuk ezt, ne keveredjünk a népeken, ne csináljuk azt, amit a világ. Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva Mósének, Torájának könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre, hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek, hatalmasságaik nevét kisejtsétek, Jézus, Isten, az öreg isten, a magyarok Istene, Budha, Mitra, ezek a dolgok, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáljatok nekik, se előttük, meg ne hajoljatok. Meg ne hajoljatok azok előtt, világos? Jézikája szintén figyelmeztet, 20 fejezet 32, és amit lelketekben támadt, semmiképpen sem lesz meg, hogy azt mondjátok, leszünk olyanok, mint a pogányok, mint a tartományok nemzetségei szolgálván fának és kőnek. Ez az, amit ma csinálunk. Mint a világ. Olyanok akarunk lenni, mint a világ, ugyanazt csináljuk, mint a világ, és azt mondjuk, hogy mi neki szolgálunk, mikor ő megmondta, hogy ő ezt nem fogja elfogadni. 30-as vers ugyanit. Mindenki figyelje nagyon, hogy mi az, amit mond. Ennek okáért mondja Izrael házának, így szólja nem de a ti atyáitok módjára fertőztetitek-e meg magatokat, és az ő útálatosságai szerint paráználkodtok-e? Nem mindenki azt csinálja ma, amit tanult otthon, folytatja tovább ugyanazt a pogány hagyományt? Ugyanez volt akkor is, mint ami most van. Mi csináltok? Ajándékaitok vitelével, mikor átviszitek a fiaitokat a tűzön, fertőztetitek meg magatokat minden báványaitok előtt, minden mai napig, és én engedjem, hogy megkérdezzetek engem, Izrael háza, vagy bárki, aki az ő fiának mondja magát, hogy fordulja hozzá úgy, hogy azt csinálom, amit a világ, Élek én, azt mondja a Elohim, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem. Ezért nem működnek a dolgok a világban és az emberek életében. Mert azt hiszik, hogy lehetnek olyanok, mint a világ, és azt mondják, hogy ők majd így fogják szolgálni őt, mikor ő megmondta, hogy hogy akarja, hogy szolgálják, vagy úgy szolgálja valaki, vagy más szolgál. A szolgálat az, és annak a módja, ami eldöntő, hogy ki kinek a gyermeke. Ő megmondta, hogy mi az ő útja, valaki vagy azt csinálja, vagy más szolgál. Malakim 17.32, de miután Jahuát is tisztelték, a magaslatokra papokat állítottak a maguk tömegéből, akit akartak, mindegy volt akik őértük áldoztak a magaslatok házaiban. Így tisztelték Jahuát és szolgálták az ő hatalmasságaikat is, a ma népek szokása szerint, akik közül elhozták volt őket. Érthető, amiről szó van? Azt csinálják, mint a népek, és azt mondják, hogy ők Jahuát szolgálják. És minden mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek, nem tisztelik igazán Jahuát, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet Jahuha parancsolt Jakob fiainak, akinek a Jézrael nevet adta. Akikkel Jahuha szövetséget kötött. Velük kötötte a szövetséget. Nem mondhatjuk azt, hogy mi egy új szövetségbe vagyunk, meg mit tudom én mi. Ő megköti a szövetséget, ez nem fog megváltozni. Vagy ebbe csatlakozunk be, vagy megyünk a fejünk után. Azt mondja, hogy ezekkel kötötte a szövetséget, meg parancsolta nekik, ne tiszteljetek idegen hatalmasságokat, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljátok, és ne áldozzatok nekik. Hanem csak Jahuát tiszteljétek, őt imádjátok, neki áldozzatok, aki titeket kihozott Miszraim földéből nagy erővel kinyújtott karra. Őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, toráját, parancsolatát, melyeket megírt nektek azokat cselekedvén minden időben, és idegen hatalmasságokat ne tiszteljetek! Ne felejtkezzetek el a brit vagy szövetségről, melyet veletek tettem, és ne tiszteljetek idegen hatalmasságot, hanem Jahuát tiszteljetek a ti elohimeteket, és ő megszabadítéteket minden ellenségetek kezébe. De ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek, így tisztelték ezek a pogányok Jahuát, és szolgálták az ő báványaikat, és így cselekedtek az ő fiaik és unokáik is, amint az ő eleik vagy elődeik cselekedtek, mind e mai napig. Értse meg mindenki, az, ahogyan valaki él, egy tanúbizonság arra, hogy ki az, akit ő szolgál. Jahua a torájával megmutatta, hogy mi az az életmód, amit ő elfogad. Ezért van az, hogy a Torah jelentése oktatás, tanítás, útmutatás, képzés, utasítás vagy instrukció, de egyfajta magatartás, viselkedés vagy szokás. Aki így viselkedik, az a cselekedeteivel, az életével bizonyítja, hogy ő odaszánta magát neki. Aki másképp viselkedik, az odaszánja magát másnak. A probléma az, hogy Jahua megmondta, hogy mit akar, és mi a következménye annak, ha valaki csinálja és nem csinálja. Az ellenséggel a probléma az, hogy ő hazudik, és nem teszi nyilvánvalóvá, hogy ki ő valójában. Ezért van annyi istenség, ezért van annyi szokás, mert ő hazudik, ő csal, ő lop, ő gyilkol. Neki ez a módszere, hogy átveri az embereket, és olyan, mintha ez lenne, de közben az. Így lehet a különbséget megtudni. Ezért a tora az. A világosság az ember életében, amit ismernünk kell, hiszen ez az az út, amin járnunk kell. Ez nem egy rabság, ez nem egy átok, ezt nem kell eltörölni, ez egy nagyszerű dolog. És elmondja, hogy a nép és az ország, mely neked nem szolgál, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak. Minden nép el fog pusztulni. Egyetlen nép marad, és az Izrael. Izraelhez csatlakozik mindenki. Aki a Tora szerint él, hiszen az mutatja meg a cselekedetével, hogy kit szolgál. Aki a szolgál, az úgy él, ahogy ő mondta. Aki nem őt szolgálja, az meg máshogy él. Ez lesz a különbség az emberek között. A cselekedeteivel bizonyítja az ember a hitét. A hit által nyeri a kegyelmet, a cselekedeteivel pedig bizonyítja a hitét. Az ő népe, az ő szavára hallgat, mert az ő báránya, és követi azt, amit ő mondott, az pedig nem más, mint a Tora. Van az ő útja, és van az összes többi. Nézzük, mit mond az összes többiről. Ez Bírák vagy Safatém második fejezet. Gonosz úr cselekedtek fiai jahuának személy előtt, mert báloknak szolgáltak. Bál jelentése egyébként úr, az úr. Elhagyták jahuát, atyáik Elohimét, aki kihozta őket Misraim földéből, és más Elohimek után jártak, a pogány népek Elohimei közül. Ez egyébként csak simán népek. A népek. Mindenki más akik körülöttük voltak, és azok előtt hajtották meg magukat, és haragra ingerelték Jahó. Miért? Mert másképp cselekedtek. Ez ugyanígy van ma is. Miért lenne másképp? Elég csak ülnöm, azt mondogatnom, vagy azt csinálok, amit akarok, és mondogatom? a, -a azt kell csinálnom, amit ő mondott. Ezzel bizonyítom be, hogy én az ő gyermeke vagyok. Elhagyták Jahuát és szolgáltak, beállnak, azaz az Úrnak és Astarotnak ez a probléma állandósult. Azért állandósult, mert ez benne van az ember genetikájába, hiszen ha Adámnak is ez volt a problémája. Hogy ment a saját feje után és nem hallgatott Jahuára száz százalékig. Ugyanez a helyzet ma is. Jeremi Jahu 11 fejezet 9-esben ezt mondja. Jahua, pártütés van Jahuda férfiai és Jerusalemi lakosai között. Visszatértek az ő atyáiknak előbbi bűneire, akik nem akarták hallani az én igémet. Hát nem ez van ma is? Mi a bűn? Az, hogy nem akarjuk hallani az ő szavát. Ez átok, rabság, el van törölve. És ők maguk idegen hatalmasságok után jártak, hogy azoknak szolgáljanak. Israel háza és a háza megszegte az én szövetségemet, az ő torája a szövetség. Aki úgy él, az bennem van, aki nem, az meg nem. Amelyet az ő atyáikkal kötöttem. Ez a pártütés egyébként összeesküvés, együttműködés vagy konspiráció. Az emberek együtt működnek azért, hogy lázadjanak Jahua ellen. Megegyeznek abban, hogy mi így fogjuk szolgálni őt, annak ellenére, hogy ő megmondta, hogy nem csak hogy hogy akarja, hogy őt szolgáljuk, hanem hogy pontosan ezek a dolgok, amiket mi ma csinálunk, ez útálatosság, és ez egy bűn. Ezt ő útálja, ki nem állhatja. Ez sofoniás, második fejezet 11, rettenetes lesz Jahua ellenük, mert elfogyatja. Ja, a Földnek minden Elohimét, Jézus, az Isten, az öreg Isten, a magyarok Istenem, Mithra, Attila, a Hun, meg a pártus hercegnők, Mária, Diana, Artemis, ezek a dolgok mind el fognak tűnni a Föld színéről. Jahua lesz, az ő szava, a másiák, és ők fognak vasveszővel uralkodni a világ. És a Tora lesz az alkotmány és a törvény, amit mindenkinek követnie kell, mert ez az, amit ő szeret. És neki hódol majd kiki -ki a maga lakhelyén, a pogányoknak is minden szigete, a népek is ezt fogják csinálni. Hogy gondolhatjuk akkor most, hogy csinálhatunk mást, de majd oda kerülünk, és akkor meg kell tanulnunk egy teljesen új rendszer? Megmondta, hogy ő mit szeret, ezt szereti most, ezt szerette régen, és ezt fogja szeretni, sőt, ez lesz a rend majd a királyságban. Hogy lehetne ma bármi más, mikor megmondja, hogy őt fogjuk szolgálni, és minden más el fog tűnni? Sofoniás 3 fejezet 8, így szól. Azért várjatok rám, mondja Jahua, míg prédára kelek, azaz megmentelek, mert elvégeztem, hogy egybe gyűjtöm a népeket, összeszedem az országokat, hogy kiöntsem rájuk búsulásomat, haragomnak egész hevét, mert gerjedezésem tüzében emésztetik meg az egész föld. Miért? Mert pogány hagyományokat folytatnak, és elfordultunk tőle és attól, amit ő szeret akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják Jahua nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt. Azt mondja valaki, hogy ő nem áldoz karácsonykor. Nézzük meg, hogy valójában mi történik. Ez Investopédia és arról beszél, hogy mennyit költenek az emberek karácsonykor. Az amerikai Egyesült Államokban 900 dollár per személy a karácsonyi ajándékokra költött összeg. Ha 250-nel számoljuk a dollárt, akkor ez 225 ezer forint egy évben karácsony ajándékra. Ez az összeg ugye vásárlóként értendő, szóval gyerekek nincsenek ebben Európában, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban költenek a legtöbbet karácsonykor 321 és 252 dollárt. Ez 80 ezer, illetve 60 ezer forintnak felel meg. Lengyelország és Oroszország 100, illetve 115 dollárt költ fejenként karácsonyra, ugye 250 nál mindenki kiszámolja, hogy ez mennyi. Wikipédiáról megtudhatjuk, hogy a karácsony általában a csúcs szezon az üzletekben, különösen a centrumokban. Világszerte. Az emberek általában ajándékra és dekorációra köldenek, valamint bármiféle dologra, ami szükséges még az ünnepléshez, beleértve az élelmiszert is. Az USA-ban már októberben elkezdődik a karácsonyi szezon, Halloween után. Egyesült Királyságban, Írországban a karácsony november közepét táján kezdődik. Az Amerikai Egyesült Államokban például 2004 novemberében 20,8 milliárd dollár volt, amit az emberek költöttek. Ez év, ugyanez év decemberére ez 32 milliárd lett, azaz 12 milliárd dollárral többet költöttek az emberek csak a karácsony miatt 54 os növekedés. 20,8 millió fát vágnak ki karácsonykor az USA-ban, ez ugye fenyőfa. De hagyj fejezem be ezzel a szakasszal a Jahukanon 10-es fejezetből. Csodálatos az, ahogyan az atya megpróbálja az őjét magához hívni a történelem során időről időre, türelemmel, kitartással és hosszú tűréssel. Tisztában van azzal, hogy az ember ostoba, hiába valóság és egymaga csak tévelyeg a világban. Végül megtalálta a megfelelő módszer, elküldte az ő szavát, az ő toráját, mint egy embert, hogy az megmutassa nekünk az utat, amint járnunk kellene. És ezt az üzenetet küldte nekünk rajta keresztül. Bizony, bizony mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Mikor kiérezti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nekik Jahusa, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nekik. Aki hallgat az ő szavára, az megy utána engedelmesen úgy, mint egy bárány az nem tér el se jobbra, se balra, nem megy a népek után, nem követ más szokásokat, nem találja ki a saját útját és módját annak, ahogyan ő az atyát szolgálni szeretné, hanem csak egyszerűen hallgat arra, amit ő mondott. De az emberek akkor sem értették, ugyanúgy, ahogy most. De nézzük, honnan lehet tudni, hogy ki valójában az ő báránya. Felele nekik Jahusa? Megmondtam nektek, 25-ös vers, és nem hiszitek, a cselekedetek, amelyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hiszitek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követtek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből? Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!